Nos. Tehát akkor elkezdjük megvizsgálni az új esztendőt, a régit és a váltást és az új esztendőt ezzel a kötetek három módszerrel, mondjuk az két módszerrel és a Gorival. Abban az értelemben, hogy tulajdonképpen a vízkígyóról az Zoli fog beszélni. A magam részéről megpróbálom átírni diagramokra, és úgy értelmezni valahogy az elkövetkezendő évet, illetve megvizsgálni az elmúlt esztendőt, mert nagyon érdekes tanulságok vannak, és utána pedig a Laci pedig asztrológiailag fogja, a nyugati asztrológiával fogja megvizsgálni az új hold különböző mondani valóit. Tehát akkor kezdjük avval, hogy visszatérünk oda, amit tavaly végeztünk, ami az volt ugye, hogy átírtuk, ugye a víz sárkány éve volt a tavalyi, ezt átírtuk trigrammokba, ugye a víz trigram az ismerős, ez a víz trigram, és a sárkány trigram pedig szintén most emlékszünk rá, hogy a villám trigramja, tehát a víz fölött a villám, tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint amikor azt mondjuk, hogy víz sárkány éve van. A víztrigram, illetve a villámtrigram együttes sem adta ki azt a képet, amit a 40-es hexagram, aminek az a elnevezése, hogy a felszabadulás. A megszabadulás, egyfajta feszültség kioldás, kioldódás, ez volt az elmúlt esztendőnek a képe. És volt itt a végén egy változás, amit őszintén megmondom, a magam részéről nem tudtam igazán még értékelni. Igazi nagy változás az elmúlt két hónap környékén kellett, hogy legyen, és igazi nagy változást bizony nem igazán tapasztaltam. Még van egy három dolgot szeretnék ennek kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy vagy az történt, hogy a múltkori kiabálásunk teljes mértékben a változást okozó erőket. Ez az egyik verzió. A másik verzió, amit érdemes végig gondolni, hogy hogyan is történik az átmenet, hiszen ennek következtében lesz majd a víz kígyó éve. Ugye a kígyót a tűz szimbólum jelzi, tehát ez a kígyó szimbóluma, ez pedig a víz szimbóluma, és azért, mert ez a hatos vonal a yinből yangba változik, ezért lesz sárkányból kígyó. Egyébként van egy olyan mondás, hogy a kígyó teszik, hogy sárkány legyen. Hát most is fordítva történik, sárkány teszik, hogy kígyó legyen. Valahogy megfordult ez a dolog. De lényeg az tehát, hogy itt van egy olyan változás, aminek eredményeképpen létrejön a belül a víz továbbra is, kívül viszont a villám helyett a tűz. Ez azért érdekes, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy jól definiáltuk-e a helyzetet. Tudnék, egy picit bele kell menni a szerkezetébe, a hexagramok szerkezetébe. Ugye a hexagramok úgy néznek ki, hogy úgy bontakoznak ki tulajdonképpen, ezt minden valahogy megpróbálom egy picit letörölni, hogy érzékeltessem azt, amit mondani szeretnék, hogy ez már kijó éve. Tehát, hogy érzékeltessen, a következő történik, amikor egy hexagram kialakul. Tulajdonképpen ennek a két vonásnak a kiterjesztéséről beszélünk. Ez a következőképpen néz ki. Van két vonal, ami nincs benne az időbe, ez a legfelső és a legalsó. Az alsó az idő előtt, idő alatt van, a felső idő felett van. Következésképpen a maradó négy vonalból lesz egy olyan hexagram, amit így tudunk leírni. Tehát a első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, ennek is van egy központi, itt is az idő alatt, idő felett, és gyakorlatilag lesz egy, ez a hexagram lesz az egésznek a magjába, tehát yin, yang, yin, és itt pedig yang, yin, yang, yang, yin, yang. Vagyis azt akarom mondani, mert most itt elég vonalas lett egy gyakorlatilag, ebből nem tudom, hogy mi látszik, de azt akartam mondani tehát,
hogy valójában mi vártunk egy változást a történések síkján. Ugye azt gondoltuk, hogy itt az utolsó két hónapban van egy változás, de nem vettük figyelembe azt, hogy itt igazából véve már idő feletti dologról van szó, mint ahogy első vonal idő alatti dolog. Tehát a következők lehetségesek. Vagy ez a változás nem időben és térben van, hanem idő és tér feletti helyzetben van, ami majd hatni fog az időre, első. A második, hogy az átmenet az egyik évből a másikba általában lassan szokott lezajlani, hiszen gondoljunk bele, a folyamatok végül is átalakulnak szép fokozatosan. Itt ennél egy nagyon hirtelen változásról beszéltünk, hiszen egy markáns dolog az, hogy egy villám trigram, a legfelső vonal hirtelen átváltozik yangba, már maga az, hogy bejön egy yang, erős yang vonal, ez is egy olyan hirtelenségre utal, ez nem történt meg az időben, nem tapasztalunk ilyet. Tehát vagy az van, hogy most történik valahol, lehet, hogy benne vagyunk a központjában ennek a történések, és nem tudunk róla, ezt nem tudom, vagy az van, hogy utólag meg tudjuk mondani, hogy valóban mire az időbe beszivárgott ez a történés, az utolsó fogjuk látni, hogy itt milyen történésekről van szó. Vagy az van, hogy szellemileg történnek változások, tehát egyfajta spirituális átértékelődés. Miről beszélt ez a vonal? Arról beszélt annak idején, hogy egy herceg egy magas falról kilő egy nyilvesszőt, és eltalálja vele a gonoszokat, és megmutatja, hogy a gonosz. Ugye valami ilyesmiről beszél nagyjából a vonal legalábbis, Csóhú hercegnek a hozzáfűzései erre utalnak, ő ezt fűzi hozzá. Sokféleképpen lehet értékelni, ez egy olyan hozzáfűzés, ami végül is a hagyományos értékeléshez tartozik. Tehát lényegében itt valami meg kellett, hogy mutatkozzon, szellemi szinten, időfeletti síkon valaminek meg kellett mutatkozzon, valójában, megmondom őszintén, én még ezt nem látom. Bevallom őszintén, voltam már kétszer így az életemben, egyszer akkor, amikor az édesanyám mondta, hogy mikor születtem, és nem stimmelt asztrológiailag, nem akart összeállni, és akkor elkezdtem megkeresni a születési időmet, és egy jó fél év múlva vidéken egy pincébe megtaláltam az időpontot, és amikor ott álltam a pince előtt, és az volt előttem, hogy vagy az asztrológia marhaság, vagy a mamám tévedett. Nézzük! És kiderült, hogy a mamám tévedett, és az asztrológiában nem kellett csalódnom, és onnantól kezdve azt. Volt még egy ilyen az életemben, és ez is valahogy hasonló, mert igazából teljesen korrektül van átírva, nincs tévedés, de ezt, amit jelez a hexagram a hatodik helyen lévő yingből egy yang, egy erős mozgás, erős változást, Ezt igazából véve most az elmúlt hónapban nem tapasztaltam. Vagy szellemi szinten zajlik, és még nincs benne az időbe, vagy zajlik, és majd meglátjuk ennek az értelmét, hogy a most folyó átalakulások mit eredményeznek, vagy pedig annyira időn kívül felett van, hogy valamiért ezt nem igazán tudjuk tapasztalni. Tehát egyelőre még nincs ötletem. Megkérdezem, hogy van-e valakinek, mivel tudom, hogy itt nagyon sokan foglalkoznak I Ching-el is, hogy van-e valakinek valamilyen élménye, tapasztalása ebben kapcsolatban? Történt valakiben egy valamilyen meglátás ezzel összefüggésben? Az egész társadalomban csak nem vette észre. Hallgass hírt! Igen, de itt valami hirtelenséggel kell, tehát amennyiben ugye egy villám változik, a villámban változik egy erős vonal, tűzzé. Tehát itt valami azért úgy látni kellene egy olyan markánsabb ilyen. Látható? Igen. Tehát zajlik egy olyan átalakulás, ami... Hát végül is, igazán nem tudjuk még melyik hova fog vezetni, azért mondom, hogy utólag tudjuk majd értékelni. A magam részéről egy olyan nagy durranást vártam, valami a látványos nagy változást, ugye a változó vonalak értékelésénél mondott, eltalálja a gonoszerőt, és a gonoszerő megmutatkozik, és ez ugye kitisztul a képen, nagyon szép, idealisztikus dolog volt, és úgy elkészültem erre, és hát bizony, nem igazán mutatkozott el. A
hagyjuk nyitva egyelőre ezt a dolgot. Tulajdonképpen itt az átmenetnek meg kellett valahol tulajdonképpen meg kell történjen. Egyébként a gyorsaságára még az is lehet, hogy valóban most zajlik. Valóban most zajlik. És lehet, hogy tényleg van egy olyan hirtelen állapotváltozás, hiszen nincs több változó a igen. Létezik egy ember, aki felvette a harcot a bankokkal szemben, így hívják, hogy Sásler Árpád, és a mai napra hirdette meg, hogy toborozza a sereget a Hősök terén, de már hónapok óta küzd a... És azt mondta, hogy az egész politikai rendszert szeretné megváltoztatni, tehát itt többről van szó, mint a bankok elleni harcról, de hogy, és az egész családját kimenekítette külföldre, hogy ne tudják velük zsarolni. Hát, és mondta is, hogy érez magában hát, egy erőt. Azért nem írnám ide, hogy Árpi. Tudjuk, hogy most milyen aktuális folyamatok zajlanak ebben összefüggésben. Tehát mivel, és még egy jel, hogy miből fakadhat az a ősszel, talán mindenki emlékszik rá, hogy decemberre volt egy ilyen nagy világvége sok sokasága. És ugye az Oliver összebeszéltük róla, hogy hát erről szó se lesz, meg minden, de mégis az emberekben volt egy világvége várás. Megmagyarázhatott okoknál fogva. Jöttek a jóslatok, ugye az Inka naptár vége, meg mindennek vége. És gyakorlatilag a világ vége természetesen elmaradt, de vajon a kérdés az, hogy miből táplálkozik a néplélek, honnan veszi ezt a dolgot, hogy egyáltalán a világ vége tud lenni, már az is abszolút már nem tud lenni, mert ezt az erőt nem lehet, az nem szűnik meg. Maximum majd jön egy Buddha és azt az erőt teljes mértékben uralja, az elképzelhető, de hogy megszűnne, az képtelenség, tehát világ vége nem tud lenni. De hogy az emberi néplélekben, hogy milyen erősen élez, hogy hosszú, ráadásul még ugye gerjesztették, még felfokozták azok, akik azért úgy gondolták, hogy na most az ilyen jóslatok jó lejáratodnak. Tehát plusz még volt egy ilyen is benne. Arra akartam csak kiukadni, hogy ebben most még nem tudunk állást foglalni, bármilyen furcsa. Beköszöntünk reggel a vízkígyó éve, de igazából véve nem tudunk most még pontosat ebben mondani. Maradjunk abból, hogy erre még visszatérünk. Még az is lehetséges, hogy ennek a átírási módnak, ami valljuk be, hogy nem gyakori, a magam részéről egy-két olyan dolgot tudok, hogy ezt átírják hexagramba a zodiákust. Részben ugye magam ezt a Govindától tanultam Sizilielbe. Tehát nem olyan sokan, nem gyakori, és lehet, hogy ennek nincs is létjogosultsága, hogy hexagramba kifejezzük ezt a mozgást, ami itt történik. Ennek viszont ellentmond az, hogy az összefüggések, tehát az analógiák szintjén bizony ezeknek az analógiáknak élőnek meg kell lenniük, tehát akár bármilyen másik rendszerbe is elviekben át tudom írni, és ott is bizony meg tudja mutatni a maga belső természetét és mozgását. Tehát ezeket jó végig gondolni, ezeket a szempontokat, de mindenképpen vissza kellett tehát térnünk erre a vonalra, hogy tényleg szembenézzünk a valósággal. Olyan nagy, hirtelen nagy mozgás, ahol olyan nagy, hirtelen változás lett volna, az nem tudok róla. Tehát vagy most zajlik, vagy később látjuk majd azt, hogy mi is volt, ezt csak nem vettük most a jelenbe észre, tehát mindenképpen vissza kell térni. László? Igen? Lehet, hogy én kérségnek, én tényleg nem értek hozzá, de nem lehet, hogy azért van, mert egyébként a víz éve volt, és a víz az nem olyan nagyon hirtelen dolog? Igen, a belsőleg, ha már mondod, akkor egy pillanatra térjünk ki arra is, valóban belül a víz van. Tehát az azt jelenti, hogy az érzelmek dominálnak. Ugye a víz elsősorban érdekes az is, hogy a taoizmus sokszor a víz mellé a gondolkodást teszi, de a nyugati szimbolika az úgy gondolja, hogy az érzelmek azok vízesek. Tehát például valaki egy tengerről álmodik, vagy azt álmodja, hogy egy tengerben hal, vagy úszik, vagy bármi víz, vagy folyó, például amikor gyakran szerepel az álmokból, hogy a folyó elsodorja, nyilvánvaló, egészen biztos, hogy egy érzelmi hullám, valami érzelmi dologról lesz az, ami elsodorja az életbe.
Hát általában a nyugaton mi a vizet a érzelmekhez kapcsoljuk. A taoisták ilyen szempontból mások, mert ők a gondolkodást kapcsolják a vízhez. És itt gondba is lehetünk, hogy vajon most a mi szimbólumrendszerünket használjuk, vagy pedig vegyük át az ő gondolkodásmódjukat. Megkérdezem, hogy ez az év inkább az érzelmekről, vagy inkább az értelmi dolgokról szól? Akár a saját életünkkel. Érzelmekről. Én is efelé megyek, igen. Mert szerintem én nagyon sok emberrel találkozom, amit egy másik aspektusra is a víz, ugye a népet is jelentést. Így van. Az évvége felé felfokozódva nagyon sok ember életében villámszerű hirtelen változás volt, földulatta, tűz, teljesen átstruktúrálódott egy pár nap alatt az életük, és egy látszólagos tragédiából valami jó kerekedett ki. Ez nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos dolog tudni, hogyha igaz az, hogy ez az idő feletti szellemiség. Igen. Például, ha a vonalakat külön megvizsgáljuk, hogy néz ki, ez a nép, a legalsó vonal a nép, itt most van egy vonal, ami csak így bele van ide, rajzolva, ez nem számít, meg ez sem számít. Tehát ez a nép, ez a helytartó, ugye a mandarin, aki az uralkodónak a kihelyezett megbizotja. Ez a követ, aki a mandarintól indul az uralkodó felé, ez a harmadik. Ez a negyedik, aki a mandarintól, a miniszter tulajdonképpen, aki a mandarin parancsait lefelé, a követ felé és a helytartó felé közvetíti. Bocsánat, nem a mandarin, hanem a császárnak a parancsait a mandarin felé közvetíti. Ez a császár vonala, tehát az uralkodó az ötös. És a hatos pedig a világon túli bölcs, tehát a spiritualitás az a hatos vonalhoz tartozik, a szellemiség. Na most ez valóban azt igazolja, hogy ennek alapján itt szellemi téren történik olyan változás, ami előbb-utóbb leér az időbe és leér az alacsonyabb szintekhez. Gondoljuk meg, ez azt jelenti, hogy ha a bölcsnél változás van, tehát a szellemi területen változás van, az eléri az uralkodót, és az uralkodó által eléri a mandarint, és a mandarin által a népet. Most nem akarom elmondani, ki a mandarin, meg ki a császár, az már politika lenne. De lényeg az... Csak arra mondtam azt a dolgot, hogy valóban az idő feletti vonal, és ezt nem vettük figyelembe, én nem vettem figyelembe a múltkor, ezt kellett volna érzékeltetni, hogy itt egy idő feletti, időben nem megjelenő vonal változik, tehát elképzelhető, hogy valóban, hogy sokunkban szellemi átalakulások, szellemi változások zajlanak, aminek az eredménye majd későbbiek során meg fog történni. Mikor fog megtörténni? Akkor, amikor eljön a vízkígyó éve. Hiszen ez a vonal az, ami a víz sárkány évéből vízkígyót csinál, vagyis marad a víz. Tehát ez azt jelenti, hogy érzelmileg, hogyha mondjuk abban maradunk, hogy a víz érzelmeket él, akkor érzelmileg hasonlóan felfokozott lesz. És a legfelső vonás révén nem yin, hanem yang vonal lesz. Tehát yin, yang, yin, yang, yin, yang. És a múltkor már említettem, hogy ennek az a neve, hogy a befejezés előtt, a rend előtti helyzet. Tehát gyakorlatilag a káosz. Tudnék, egyik vonal sincs a helyén. Itt yang kéne legyen, de yin van. Itt yin kéne legyen, de yang van. Itt yang kéne, de yin van. Itt yin kéne, de yang van. Itt yang kéne, de yin van. Itt yin kéne, de yang van. Hiszen a rend az lenne, hogy yang, yin, yang, yin, yang, yin. De nem az van, hanem minden vonal teljesen más, mint az eredeti helyen kellene, hogy legyen. Következésképpen bizony ez a rend előtti, tehát nem a rend utáni, a rend előtti állapot képe, a rendbehozás képe tulajdonképpen. És ilyen értelemben azt mondhatom, most ha a 13-as évről valamilyen prognosztikát kellene mondani, minden keresni fogja a helyét. Minden keresni fogja a helyét. Ez az év arról fog szólni, hogy gyakorlatilag minden olyan rendezetlen lesz, mert minden valahova be akar tagozódni, valamilyen rendet szeretne kapni.
Felfele mozog. A víz nem tudja tulajdonképpen a tüzet oltani, vagy legalábbis valamilyen értelemben harmonikus állapotba tartani. A tűz nem tudja melegíteni, nem fő meg az étel, és a többi, és a többi. Tehát ellentétes mozgásuk miatt ez a hexagram egy belső feszültséget is tartalmaz, túl azon, hogy a vonalak nincsenek a helyükön. Tehát mindenképpen erről az évről azt lehet mondani, hogy egy rendezetlen helyzet, amikor minden keresi a maga helyét. Semmi nincs a helyén. Valószínűleg ugye itt most hatalmas átalakulások történtek mindenféle értelemben, és most még semmi nem működik, meg nem akarja megtalálni a helyét. Lehet, hogy majd azott esetben később megtalálja, és akkor rendeződnek a dolgok, vagy nem tudom én, átalakulnak. De egy biztos, hogy ez az évről igazából véve olyan nagyon sok jót elmondani nem lehet. Mivel ez így van. De egy nagyon érdekes dolog van. Utána ugye folynak a változások, zajlanak a változások, és 14-ben viszont egy csodálatos hexagram jön. És ez nem azért, hogy majd jó lesz egyszer, hanem tényleg egy nagy átalakulás lesz a, pont azért szerintem, mert a rendkeresésben ki fog kristályosodni a lényege a dolgoknak, de egy olyan szituáció jön létre, amit talán a legjobb hexagram, ami létezik, a számomra legalábbis nagyon kedves, ez a szél fölött a tűz, tehát a tűz kívül marad, az alsó hexagramba, a belső hexagramba a harmadik vonal fog átváltozni yangá, és ez azt jelenti, hogy yin yang, és ez pedig a fa fölött a tűz. Na most a fa fölött a tűz, azt tudjuk jól, hogy az tulajdonképpen teljesen ez igazi, tehát egy jó szakrális állapot, és nem véletlenül, hogy ez a kehely képét adja, tulajdonképpen ez a, ha itt mondjuk átváltozna, mert ez akkor most változik, átváltozik yangá, és abban a pillanatban ez a régi archaikus kínai üstöknek, amivel a szertartás ételt készítették, annak a mintájára ez a lába, ez pedig a fogantyúja. Tehát gyakorlatilag az üst, az a, vagy kehely, így is szokták nevezni, szertartástál. Tehát egy rendkívül jó év a 14-es, de ahhoz át kell másznunk a 13-ason. Tehát gyakorlatilag mindjárt lejár az időm, még erről a vonalról szeretnék beszélni, hogy mi okozza majd, ugye ez 13-ban fog történni, ez a vonal egy történést fejez ki. Ráadásul ez most időben van, hiszen az idő alattit és az idő felettit kizárva ez a négy vonal időbeli történést jelent. Tehát ez körülbelül a tavasz végére utal nagyjából egy változást, és a változást azt nagyjából úgy lehetne megfogalmazni, ugye yin változik yangra, tehát a helyére változik egy vonal, tehát jó változás történik, hiszen ennek a valódi természete ennek a helynek, ahol a harmadik helynek, ahol most yin van, yang természetű, az 1-es, 3-as, 5-ös yang természetű, 2-es, 4-es, 6-os yin természetű. 13-ban minden ellentétesen van, mint amilyen természetű helyen jó lenne, viszont 14-ben ez helyére változik, ezáltal létrejön a kehely vagy üst, ezek a lábai, ez pedig a fogantyúja, és hát tényleg a szertartásokra utal, és egy nagyon emelkedett, tehát tulajdonképpen táplálással kapcsolatban is különböző hexagramok beszélnek táplálásról, a kehely a négy táplálást jelentő hexagram közül a emelkedettek táplálása, tehát a szellemi táplálék, illetve a kiválasztottak szellemi lények táplálását szimbolizálja.
Ez a vonal pedig nagyjából úgy lehetne megfogalmazni, hogy mivel ugye yin változik yanggá, vagyis egy passzív, nőies vonal változik egy aktív, férfias vonallá, ezért itt valamiféle mozgásra utaló jel van, valamilyen aktivitás kezdődik, de van egy kitétel, mivel tulajdonképpen a neki megfelelő vonalaknál nem feltétlen talál megértést ez a változás, ezért igazából arról van szó, hogy akar lenni egy nagy változás, de nagyon kell vigyázni erről a változással, hogyha a hatalom és az erő visszaél az ő hatalmával és erejével, és a változás erőszakos, akkor abból baj van. Ha hagyja a változást a maga természete szerint, de levezényli a változást, akkor az ott üdvös. Tehát igazából azon múlik, most a személyes életünkről beszélek, hogyha mi minden áron azon a területen, legyen az a család, a munkahelyünk, vagy bármi, minden áron keresztül akarunk vinni egy olyan változást, amit mi helyesnek gondolunk esetleg. Ne felejtsük el, hogy itt a víz trigram a szél trigrammá, vagy fa trigrammá változik. A fa is, meg a szél is mozgást jelöl. Elindul egy mozgás belül, és hogyha mi ezt erővel keresztül akarjuk vinni, akkor ott baj leselkedik ránk. Ha pedig csak segítjük a változást, és felmérve a saját erőnket, hozzájárulunk ahhoz, hogy a változás megtörténjen, akkor viszont az nem hiba, és annak az eredménye lesz ez az üstképe. Tehát azt kell mondanom, most függetlenül mindenféle politikai belehallástól, meg minden egyébtől, azt kell mondanom, hogy a 13-as évet kell tulajdonképpen ebbe a rendteremtő, rendet még igazán nem tartalmaz olyan rendkereső helyzetbe valahogy átvészelni, és a 13 után összeáll tulajdonképpen a kehely, az üst, az emelkedettek a kiválóan táplálására szolgáló hexagram, tehát újra kiviló. Mindent elmondanak a jelek. Tehát röviden ennyit szerettem volna mondani, hogy derék kollégáim elől ne legyen el az idő. Úgyhogy maradjunk abban, hogy a következő alkalommal erre a változásra még visszatérünk, és utólag rá fogunk nézni, hogy vajon itt, amit nem láttunk változást, az vajon hol történt, miben történt, hogy vajon utólag teppen tudjuk eljönni, amit most látunk abban még nem. Köszönöm. Igen, bocsánat. Csak két rövid kérdés. Az egyik az, hogy hány is hexagram? Tehát az idei az a 64-es a legutolsó, a befejezés előtt. Tehát amikor még nincs rend. A 63-as a befejezés után, ami viszont már a rendnek a megborulását jelenti. Itt megyünk a rend felé, de még nincs rend. A 63-as pedig már a rendből való eltávozás. Tehát nagyon relatívak ezek a képek, ezek a hexagramok, hiszen a 64-es, tehát ez a rendetlenség állapota azt is jelzi, hogy az majd átváltozik a rendbe. A 63-as, a rendet jelentő állapot pedig azt jelzi, hogy bizony előbb-utóbb az átváltozik a rendetlenségbe. Tehát nagyon érdekesen magukba hordozzák azt a fajta tao mozgást, ugye minden átváltozik az ellentétébe, és ez nagyon sok hexagramra igaz. Még egy bejelenteni valóm van, mivel majd nincs alkalom arra, hogy a személyes hexagramot, tehát hogy a víz kígyó éve mondjuk egy fa bivajnak, vagy egy föld kígyónak, lónak milyen évet jelent, ezért ahogy szoktuk hétfőn 16 óra 15 perckor, ha valakinek van ideje, jöjjön be a nagy szertartás terembe, és ott végigmegyünk a különböző zodiákus jeleken, és ott meg tudjuk akkor majd beszélni, hogy az egyes szülötteknek ez a vízkígyó éve, ez milyen lesz, mert hát itt nincs idő, tehát még egyszer, hétfőn 16 óra 15-től 17 óra 45-ig itt lévő idősávban a nagyteremben, a főiskola nagyteremben várok mindenkit, akit érdekel a személyes képben. Ez a hétfő ilyen nem lesz esetleg az interneten követhető?
Erről nem tudok, hogy lenne. Nem hiszem, mivel ez egy ilyen beszélgetős, és a személyes dolgok jönnek elő, nem valószínű. Ez sajnos nem valószínű. De aki tud, jöjjön el, és akkor egy jót beszélgetünk az egyes jelekről, és hogy viszonyul például, tudjuk jól, mondjuk a fa típusú embereknek a víz éve nagyon jó év, mert hiszen a víz az táplálja a fát. De a tűz típusúaknak nem olyan jó év, mert a víz az oltja a tüzet. Tehát ezeket fogjuk végigbeszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, már is átadom kedves Zolinak.